A Csemadok Vámbéri Ármin Alapszervezete, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, valamint az MKP Járási és Dunaszerdai Szervezete meghívására Csizmadia László, a Magyarországi Civil Összefogás Fórum elnöke tartott előadást Dunaszerdahelyen, a Bacsák utcai Csemadokházban. A mintegy 30 fős közönség a Népvándorlás aktuális kérdései című előadásban áttekintést kapott a migránsválság Magyarországot és Európát fenyegető veszélyeiről. Az előadást kivetítőn bemutatott számadatokkal kísérték. Az elnök továbbá ismertette a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségeit. A 16. csallóközgyümölcse kiállításon bemutatott 477 kerti termény több mint 1000 látogató tekintette meg. A termények kétharmada alma volt, továbbá körte, szőlő, paprika, paradicsom, fokhagyma és más zöldség került az asztalokra. A kiskertészeknél főleg a nagymegyeriek, a légiek és a dunaszerdahelyiek jeleskedtek. Az üzemekből Nyékvárkony, Vásárút, Nyárasd és Csicsó emelkedett ki. A legjobb hobbi kertészeknek 33 díjat osztottak ki. A nagy üzemek 10 elismerő oklevelet kaptak. A zsűri 34 mintát válogatott ki és küldött el az ország legszebb almája versenyre. A Barátnő Polgári Társulás klubes sorozatának célja, hogy sikeres, érdekes témában jártas felvidéki nőket mutasson be a nagy közönségnek. A sorozat legutóbbi rendezvényén jelentős érdeklődés kísérte az ismert pszichiáter Gaspar Alica Orvos és túlvilág a lélek tudatalatti reinkarnációja előadását. A dunaszerdahelyi lélekgyógyász a közel 70 nőből álló hallgatóság jó néhány kérdésére is válaszolt az Európai Teremben elhangzott előadást követően. A klubest végül kötetlen interaktív beszélgetéssel ért véget.